Szevasztok, fiúk! Unboxing lesz. Unboxing. Vajon mi lapul a csomagba, igaz? Legalább néhány embernek ez mondhat már valamit. Germany. Meg ez a forgalmazó is, az a magyar képviselete. Meg a izéje van rajta. Vezetőlemez. Igen. Kibontjuk, aztán meglátjuk, jó? Leraklak ide benneteket. Megpróbálom úgy a kamerát, hogy minden benne legyen. Na nézzük. Nem van mind a két vége. Hosszára fővágom a paszba. Nemzetközi. Nemzetközi. Fuvarba van, hogy nézd, kaptam egy levelet is mellé. Lehet, hogy valami képes kaptam benne. Az szerintem csak szimplán a számla. Az. A számla. Hát. Nem mondok itten összeget, szóval a számlát viszont elrakom, mert ugye nekem ehhez a ezére szükségem van a számlákra, ugye? Na, nem is tudom, szerintem így végig tolom így a kamera előtt, itt ez a lényeg, meg ezek a lényegek, bár itt sok minden nincsen. Kivesszük, aztán megnézzük. Na. Gyerekek. Nem tudom, mennyire lehet látni ott az írást. Titanium Protop. GB. Három nyolcados, egy hatos, és egy elég ritka méret, és stíl szabvány, 12 mm-es nyilván, mi más lenne, ugye? Egy elég ritka méret, ez egy 104 szemes, 3 nyolcados, egy hatos, 80 cm-es vezetőlemez, amit a Pokol gépre rendeltem, célirányosan arra a gépre, ugye az MS660-as, 666-osra. Na ennek viszont már komolyabb az ura, mint a másiknak, ugye? A 90-esé, ami hosszvágó cucc van rajta, ugye hosszvágó lánc, 1-3-as szemvastagság, de ide hozom azt is, ugye itt van. Valahogy megpróbálom a láncról leemelni. A láncra van fűzve és úgy lóg. Ugye ez az, amit Orsós Jani küldött még a Miklósnak, de a Miklósunk nem tudott vele mit kezdeni.
beleruháztunk és vettünk rá egy 1-3-as hosszvágó láncot. Aztán kiderült, hogy ez kimondottan hosszvágó lap, aminek itt az orrkerekét én kiváltottam már. Tehát ez nem az eredeti, hanem ez egy stíl. Rollomatic Picco vezető lemeznek az orrát vágtam ki, és azt szegecseltem bele. Így a 1-3-as nagyosztású 3/8-os, ugye vékonyított profilú 1-3-as, az gyönyörűen elfordul. Nézd, de milyen óriás. Nem lett eltakarítva. Arbortech. Azóta a probléma, hogy annyira szűk volt neki, kicsi volt a sugara a izének orrának, hogy nem fordult el a lánc, csak a Picco. Tehát a Picco láncot ekkora méretben, ugye 112 szem, vagy mennyi, ez 90 centi, ez 80, hát ennyi a különbség, nem sok ugyan, 10 centi. Tehát a Picco lánc az elfordult volna vele, de hát azt szarra rángatja, akár a 064, akár a 288, a 660-asról meg már ne is beszéljünk, ugye, gyönge hét paciával, úgyhogy megléptem ezt a dolgot, és kapott egy stíl Rollomatic Picco lemezből kivágott orrkereket, amit sikeresen bele tudtam nyomni. Azt azóta faszán elfordul rajta, ugye, ahogy mondtam, 1-3-as, 3/8-os hosszvágó cucc, viszont keresztvágáshoz nem ajánlott ez a lemez, mert annyira keskeny a profilja, hogy nem precíz, tehát meg maga a láncnak is a kiképzése, a vágó szemek, illetve a gyalú fogak is érdekesek, tehát nem hozza azt a vágás teljesítményt, amit kellene keresztvágásnál, így hát maradt ez a alternatíva, hogy rendelek egy másikat, egy hatosba, de viszont nem kell 90 centi hossz, mert mi a fasznak, elég a 80-as, viszont ez már szélesebb profilú, és ez már az 1-6-os stílánchoz van kitalálva. Na, tehát ez lesz a 660-asra, illetve a 288-ra is néha fel lesz majd dobva. Összenyomok rá egy 104 szemes láncot, van stíl Rapid Super Comfortból 2 darab 60 szemes, abból vegan ki tudom alakítani a 104 szemet, még marad is, úgyhogy megkapja szépen a stíl láncát, ugye 104 szem, aztán teszünk vele egy próbát a 666-ossal, felszereljük rá, aztán megnézzük, hogy hogyan fordul el, hogyan viselkedik rajta, mennyire szépen tudja olajozni. Egyébként az olajzófurat is ugyanott van, tehát abszolút stíl kialakítás, a stílnek a szabványa. Ez így néz ki. Ausztrál gyártás, állítólag ausztrál. Titanium protop. Ugye ez az Arbortech, ez finomabb, ez a durvább. Na, gyerekek, fel is szereljük. Összenyomom a láncot, aztán jövök vissza. Szavaztok megint. Na gyerekek. MS-666 pokolgép, illetve 462-es morcosítás lesz a videó lényege. Ugye előzőekben ki lett unboxingolva ez az ausztrál vezető, a Titanium Protop GB, ott van Ausztrália
a benzinöttek csinálják, vagy nem. Így néz ki. 6 darab szegecses orkerék. 1.6-os ugye, ahogy elmondtam, illetve hát elvileg nem akar izélni, fókuszálni a veci. Nem a fazon tudja. Nézzük így. Hát itt 105 szemet ír. A, érdekes, a katalógusban meg izét ír a 104-et. Most akkor jól látom pedig. 105. Mindegy, ki fog derülni. Na most van itt ilyen egyszer használt stíl lánc, amit még a Füzesabonyi találkozóra gyártottam le, ilyen dobozos láncokból, hát dobozos ugye be van csomagolva, 60 szemes lánc volt a megboldogult, stíl rapid comfort, melyik ez, nem is tudom, sarkos kicsit, szerintem sima rapid szuper, tehát eres lánc. Igazából ezt még a bátyótól örököltem. Neki aztán van ilyen olyan lázgyűjteménye, hogy beszarsz. Hozott nekem 2 darab ilyen 60 szemeset, hogy majd abból nyomok össze. Várja, lehalkítom a brazilokat. Na, tehát ott tartottunk, hogy a láncoknál, ugye? És a két egyforma lánc, tehát méretben, meg mindenben, meg típusban is, tehát ugyanaz a típus. Annyi, hogy ez a maradékja, ebből lett kinyomva. Ez szét van nyomva. Ez meg fenn volt a 288-as XP fűrészen volt a Husqvarnán nagyon. Ugye 60-as orpáncélos vezetőt raktunk rá, mert nem volt más így kéznél, amivel ilyen hosszabb. Azt a Bognár Pisti adta kölcsön nekem, azt a 60-as orpáncélos vezetőt. Elég szépen ment vele a gép. Egyébként. Vinni vitte ugyan, de látszik azért a láncon, hogy azért a orpáncél az nem hazudik. Tehát mondom, zsírúj lánc, de annyit ment, amit ott ment, élezve nem volt, úgyhogy most ebbe a láncba kell majd nekem beletoldanom. A tekem tudja mennyit, mert ugye azt hiszem ez hivatalosan nézik 84 szemes, tehát kicsi lesz, ugye, még hiányzik. Ebből fogok beletórani, sőt lehet, hogy felhasználom ezt a kis darabot is. Úgyhogy meg még ebből amennyit kell, ugye, hát itt érdekes, mert 105-öt mutat, a izén meg 104-et, de szerintem úgy lesz, hogy szétnyomom ugye ezt az láncot, ami már végtelenítve van, ezt szétnyomom, beletoldom azt a kis darabot. Ugye értelemszerűen a lánctoldás, vagy a lánccselésnél is érdemes úgy csinálni, hogyha látod, hogy ott van egy balos vágó szem, kurva anyádért billegsz mindig, bocsánat. Tehát van ott egy balos, azért mondom, hogy balos, mert így felül nézed be magadtól, így látod, hogy bal oldalon van, ugye. Balos vágószem van, akkor érdemes úgy szétnyomni a láncot, hogy a jobbos mögött, tehát ne legyen az, hogy két gyalufog van ugyanazon az oldalon, főleg ha páros számra végződik. Hát ha páratlanra végződik, akkor se feltétlenül tudod csak így csinálni, mert ugye vannak ugye ezek a köztes szemek, amik a két vágószem között vannak, tehát el lehet azért osztani szépen, elvileg. Úgyhogy meglátjuk, mi sül ki belőle. Igyekszek majd úgy megoldani, hogy tehát ha páratlan lesz, akkor úgyis valahol lesz egy kis green bus benne, de hát annyi belefér, ugye a gyári láncokban is ugyanúgy benne van a 1+ oldalékszem, hogyha éppen páratlan. Egyébként ez a
ez a prím számjegyű mennyiségű láncok, ugye a prím számjegyű láncszem mennyiség az a stílekre abszolút jellemző, míg az Oregon az igyekszik ugye párosra kihozni, stíleknél a érdekes módon olyan fele arányba körülbelül páratlanra végződik. Na, akkor van itt ez a kettő darab gyönyörű icipici kis röngtámasz, ugye ezek fel fognak kerülni, ugye ezeket a Orbán Janitól kaptam én, ezek, itt van egyébként a páciens, itt van, itt vár a sorára a páciens, ezeket a gyári támaszokat, amiket viszont az Orosz Andrástól kaptam, ezeket is fel fogom használni még hozzá. Ugye ezek lejönnek róla, ezek gyári újak, ezek lejönnek róla, és ezek mennek át a 462-esre okosan, ahogy az Andrásnál is meg volt oldva, ott látszott meg az 500 íre is, ez volt neki felrakva, és nem hülyeség, mert ugye azért, ami a 462-esen meg az 500 in van, gyárilag az elég mokány, olyan szinten kivannak már könnyítve azok a gépek, hogy spórolnak ott persze súllyal, ahol csak lehet, hát ez keményen érinti a röngtámaszokat is. Na most viszont a kipufogónak az nem biztos, hogy jót tesz meg a fűrésztesnek a rövid röngtámasz. Már hogyha ugye termelésbe használod, hát otthoni kuglizásos felhasználásnál tudsz rá vigyázni, el lehet mondani, de kint az erdőn ott azért az ember dobálja meg igyekszik vele dolgozni is, nem csak lóbálni. Úgyhogy ezek a támaszok is fel lesznek használva, nem kell megijedni. Le lesz szedve, azt szépen rakom át a 462-esre, és erre a deknére, meg a gépre, meg kerülnek fel a Janinak a ajándékát képező kettő darab. Hát a maszek gyártás, de kibaszott jól néz ki. Igazából a vonal az gyakorlatilag ugyanaz a szegek, ugye ezek támaszok, annyi, hogy kicsit nyújtottabb, kicsit hosszabb, tehát jobban eltartja a vágószerkezetet, illetve a röngtámasznak nem csak az a jelentőség, hogy stabilan tartja a gépet, amikor vágsz vele, nagyobb átmérőnél ugye, hanem azért abból is kurva jó dolog, hogy kíméli a gépnek ugye ezt a részét, ami nagyon sérülékeny, ugye a kipufogó, meg az alsó blokkfél, meg ezek a dolgok itt, ez nagyon sérülékeny tud lenni, hogyha esetleg... Jó, hát a termelésben olyan gép nincs, amelyiknek a kipufogója ne faszulna, főleg izéné, és mondjam azt, hogy csökközésné, vagy hogy mondjátok, a Szabolcsba fejezés, meg... Hát mi nálunk csöközés. Gyerekkorom óta, sőt, amióta a valagon kilugott, azóta csöközés van. Nálatok tuskózás, hát, de hát ugye, ahány ház annyi szokás. Akkor mondjuk úgy, hogy tuskózásnál ott faszol a legtöbbet. Bár én nem nagyon fogok tuskózni szerintem, azt meghagyom a Pisti haveromnak. Sajnálom azért ahhoz ezt a gépet. Nem azért, mert nem bírná, mert bírná, abban biztos vagyok csak. Ez... Nem arra van én nekem. Úgyhogy kezdem is itt a dolgot, nem is tudom mivel kezdjem. Szerintem először a gépet fogom átszerelni. Mármint a támaszokat, átszerelem a támaszokat, utána megszerkeztem a láncot. A végén pedig hát felrakom egy próba erejéig a vágó szerkezetet, ugye a 80 centis GB. Lapot, aztán megnézzük, hogy ezzel mit csinál. Bárhogy milyen fába fogom lepróbálni, az még talány, az még várat magára, de le fogom próbálni. Na, hajrá!
Kedves gyerekek, a 666-os az így fog kinézni. Megkapta méltó vágó szerkezetet, én azt gondolom. Ki lesz próbálva majd kalodába is, meg valószínű, hogy vastag fába szintén. Menni kell majd rönköket vagdosni, ott majd ki lesz próbálva. Most egyenlőre kiballagok, aztán elindítom, és megnézzük, hogy hogyan igazodik be a lánc. Ugye a végén csak 104-esre kellett kiszednem, mert ugye felpróbáltam a 105-össel, 105 szemmel, és elég jól lógott, belógott, mint a gatya. Így a 104-e szépen kijönnek a gyalufogak, tehát nincs kakuktojás benne, nincs páratlanság, gyönyörűen ugye 104, 4-jel, 2-vel, illetve 4-jel szintén osztható, így simán kijönnek a gyalufogak. És igaz, hogy a láncot nehezebb volt így felfűzni, tehát meg kellett egy kicsit billenteni kifele a vezetőt, tehát van ez a trükk, hogy nem a helyén, hanem kijebb húzod az orrát, és úgy felfűzöd rá, így már ez egy csak beállt, tehát és még van játék, legalább egy másfél-két centiméter kifele, amit majd tudok spanolni. Hát hiába, hogy egy hatos tillánsz, de ekkora hossznál már kell biztosan spanolni majd, főleg hosszvágásoknál, mert nem fogom kiméni hosszvágásra is ugyanúgy, mint a 288-ast a hosszvágó szerkezettel, ugye, ez mondjuk kimondottan az Arbor Tech, ez kimondottan hosszvágó, ugye 1-3-as vékony profilú a lánc is érdekes, tehát próbáltuk keresztvágásba, nem volt valami nagy sztori, hosszvágásban viszont gyönyörűen működik. Hát ezek a vezetők, ezek meg inkább keresztvágásba fognak tudni jól produkálni. Hát így néz ki most akkor a pokolgép. Én azt gondolom, hogy én már nem fogom cicomázni. Elnyerte a végső formáját. Hát morcos ezekkel a karmokkal. Jóval morcosabb. Meg is hordítom, ha elbírom egy kézzel. Azt a kurva. Nem az, hogy nehéz, hanem szar a fogása. Ott billeni kell őre. Ott 80 cm-es vezető, 104 szemmel. 1-6-os, 3-8-os Steel Rapid Super lánccal. Kimegyünk, kicsit megbőgetjük. Oh,
csak bele lett eresztve a mély vízbe a gépezet. Ilyen teljesíthetett volna jobban is, jutólag mondva, mert azt nem figyeltem megint, hogy elkerült a figyelemet, hogy azért ez a lánc az elég sokat ment füzesabonyba. Ugye 288-asom volt rajta, mármint egy láncnak a java része, a 104 szemből a 84, és nem volt megélezve jutólag, tehát ami szerintem látszott is most így a vágásnál. Tehát nem úgy szórta a forgásot, ahogy én azt vártam volna. Érezhetően a gép az bírná, meg menne, meg minden jobban, csak hát a lánc az nem figyeltem oda. Tehát most majd az lesz, hogy még a láncot, hát igen, nem is akad. Alig akad. Alig akad. Tehát azért ennek jóval, ennél jóval akadósabban kéne mennie. Ezt a láncot így, ahogy van, ezt meg fogom reszelni, élezni. Úgyhogy aztán, ha természetesen ezt a vágó szerkezetet leveszem, nem így rakom el a gépet, kifújatom magát a gépet, vágó szerkezetet leveszem, aztán megy fel oda szépen a szekrény oldalára, ahol a többi, ugye ezek a hosszúak, hosszabb méretűek vannak, mert jó, hogy ez erre lett vásárolva ehhez a géphez, de így azért nem mindig ez lesz rajta. Úgyhogy ennyi egyenlőre, szépen menne ez, még, vagy menne még szebben, ha megy így is szépen gyönyörűen dolgozik, csak megint a trehánságom, illetve a nem odafigyelésem miatt a láncnak az élének a nem túl megfelelő mi voltja volt az, ami sajnos belekevert itt a dolgokba, így a végén. Úgyhogy MS-660-6-os pokolgép végleges formájába. Köszönöm még egyszer így videón, ha nézi. A videón keresztül is Orbán Janinak a támaszokat. Tök fasza, nagyon tetszik. Hoppá. Hát ugye még egyszer azért van ennek nagy jelentősége, vagy szerepe ennek a hosszabbított támasznak, mert azért védi a kipufogót, meg ezeket a dolgokat. Na, 666-ról ennyit. Szedem le róla, aztán jön a 462-es, arra meg átszereljük azokat a Orosz András féle lönttámaszokat szépen, ahogy illik. Megszületett 660-as röngtámasza, biztos, hogy hatékonyabb, mint a kis mokány. Ugye nekem ebben már csak a belső volt rajta, mert a külsőt már, mikor ezt már elterveztem, már tudtam, hogy ezt leszerelem, aztán azt elküldtem ajándékba az egyik legjobb modimnak, Attilának, Orsós Attilának. De hát végleg eldöntöttem már, hogy én nem fogom ezeket rajta. Ugye ez a kikönnyítés, átka. Különben, hát jó, nem szar, mert nem szar, de hát azért ezeknek a nyomában nem ér. Tehát érted, ha most egy vonalba rakod. Van különbség bőven, na, maradjunk annyiba. Most ez a 10 dekagram vagy mennyi, plusz, ne basszom már főt, senki.
így meg azért mégiscsak kímélve van a kémény. Úgyis csak azt tudja azért, hogy miért mondom ezt, aki termelésben dolgozik, nem csak a lejáró Kati néni, meg a Pisti néni, meg a Kati bácsi, ha fát vágni, hanem kint a termelésbe, érted, egy gyérítésbe, ott kenve vágva van a gép, tehát ott aztán biztos, hogy akárhogy vigyázol rá, bazd meg akármilyen óvatos vagy, nincs ott időd arra megizélni, hogy most annyira oda tudjál rá figyelni. Na viszont ilyen dolgokkal, ezzel a megoldással, ezzel azért meg lehet előzni például a kémény horpadást, meg itt a festék lepattogozást, meg ilyen hasonló dolgokat. Márpedig ez a gép, ez be lesz vetve, tehát nem lesz eladva, ez be lesz vetve télen kint a gyérítésbe, ahol megyünk majd, de vissza. Ez lesz az egyik főszereplő nagy valószínűséggel, mert inkább ezt viszem ki, mint a 372-t. Azt azért ettől jobban féltem. Még ha sokak szerint nem is ér annyit, hát nem tudom én, nekem az a szívem csücske még mindig. Úgyhogy ennyi. 462, 660 a sönktámasza is elkészült, meg történt az úgymond optikai tuning, illetve a, hogyan mondjam, állag megóvás, igen. Még annyi, hogy kicsit elemelkedik. Hát azért mélyebben vannak ezek a támaszoknak a talpai. Kicsit megemeli a géptestet, hát csak nem lesz a rugóknak belőle problémája hosszú távon. Ugye idáig a talpán feküdt. Nem értek le a támaszok, most már leérnek. De szerintem nem baj. Na, ez is ilyen lett, ez is megszületett és ilyen lett. A gyerekek, a következő projekt, ami ilyen itthoni szerelős, tehát saját gépes, izés, cicomázós, kurva anyját le akar jönni. Az a, ott a, fent a harmadik, jobbról a harmadik, igen, ugye a 357-es, amit vásároltam. Ennek a gépnek a rendbetétele, hát nagy vonalakban itt ez a nyílás eltüntetése, tisztítás, pucolás, hát egy ilyen kis izé lesz majd ezzel is filmecske. Ugye gyönyörű gyári állapotú 357-es, illetve bontatlan 357-es gyári állapotom már nincs meg sajnos, de motorikusan nagyon jó. A többit majd a filmbe oda meg rakom vissza a 462-t. Na, most már tényleg menjetek szépen vacsorázni. Legyetek rosszak, szavaztok.